Az idei nyár legnagyobb hazánkban is zajló gyakorlata, a Cyber Guardian 2017 komoly feladatot adott a Magyar Honvédség Logisztikai Központ és a Katonai Közlekedési Központ szakemberei számára. Az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének Európában állomásozó egységei által vezetett gyakorlat előtt és alatt a magyar katonák feladata volt a hazánkon keresztül haladó külföldi katonai konvojok kísérése és biztosítása, határtól határig. Ezek a konvojok a országhatáron belépés után ugye áthaladnak Magyarország teljes területén. Általában Németországból, Lengyelországból érkeznek, tehát már több napos menetet hajtanak végre. Szükséges a magyar közösség területén egy pihentetési pont telepítése, illetve az üzemanyaggal történő feltöltésük. Ennek érdekében táborfalván mi létrehoztunk egy úgynevezett konvoj támogató központot, ahol lehetőség van, hogy ezek a konvojok megálljanak, pihenjenek, az állományuk felfrissüljön, üzemanyaggal feltöltsük az eszközeiket, és ha szükséges, akkor adunk lehetőséget arra, hogy a kisebb javításokat is végrehajtsák. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján mintegy 140 konvoj mozgását jelentette ez Magyarország közúthálózatán, itt elsősorban kiemelve a Hegyeshalom M1-es, M0-as, M5-ös, nagylag kilépési útvonalat, illetve a gyakorlatok helyszíne, ez Győr környéke, a központi gyakorlótér környéke, Pápa, illetve Szolnok. Tehát mintegy 140 úgymond közötti oszlop, ez mintegy 4500 fő, illetve ha a vasúti szállítmányok számát, ami körülbelül 80 belevesszük, akkor 4000 technika mozgását tette lehetővé az elmúlt másfél hónapban. A nemzetközi gyakorlatok lezárásával a logisztikai központ feladata nem ért véget. Sőt, mondhatni, a kihívások sora újra kezdődik, hiszen azok a konvojok, amelyek korábban a különböző európai gyakorlatok helyszíneire érkeztek, most indulnak vissza eredeti állomás helyükre. A Magyar Honvédség Logisztikai Központ június 1-ével már megkezdte a feladat végrehajtását, hiszen az erőknek a csoportosítása hamarabb kezdődött, mint az itteni magyarországi gyakorlatok, amelyek valamikor június 22-én kezdődtek, és bizony egész augusztus 22-éig folytatjuk ezt a tevékenységet, hiszen a visszaszállítások során újra érintett lesz Magyarország területe, csak az ellenkező irányban, nagylag Budapest és Hegyeshalom Rajka térségében. A gyakorlatra érkező és onnan távozó konvojok mennyisége miatt a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központjának békeidőszaki alaplétszámát a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében olykor ki kellett egészíteni más szervezetek katonáival is. Meglettünk erősítve az anyagellátó raktárbázisnak az állományával, illetve amennyiben ugye a logisztikai központ alárendeltségében ez így nem, még mindig nem megoldható mennyiségi szempontból, akkor pedig a honvédségen belül a katonai rendész központ tud még segítséget biztosítani, illetve amennyiben már ők sem, akkor pedig a belügyminisztérium, tehát a rendőrség, a készenléti rendőrség is kisegít bennünket különböző járőr biztosításával. A Cyber Guardian Magyarország számára az utóbbi 30 év legnagyobb technikai mozgással járó gyakorlatsorozatának bizonyult.